az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Az Árpád házi királyaink magukat Attila örökösének vallották, a Kárpát-medence meghódítása pedig Attila örökségének visszaszerzése volt. De szemben áll-e egymással a hun hagyomány és az uráli nyelvrokonság elmélete? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Pomozi Péter nyelv történész, aki szerint nincs ellentmondás mondáink hun hagyománya és a magyar nyelv finnugor nyelv rokonsága között. A hunokra vonatkozó ókori források kapcsolatba hozhatók a magyar hagyomány Attila és Csaba mondáival. Ezt már Fehér Bence klasszika filológus vallja. Vendégünk lesz Szabados György történész, aki úgy látja, hogy a hunoknak jelentős szerepe volt a magyar ős történetben. Valamint Érkezik hozzánk B. Szabó János történész, aki szerint fontos a történeti kutatások alapelveinek és módszertanának tiszteletben tartása a magyar őstörténet kutatásában is. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek, és egy nagyon izgalmas témáról beszélgetünk, a hun-magyar rokonságról, amely nem kevés vitát váltott ki az elmúlt időszakban, sőt, gyakorlatilag nem csak a közelmúlt történetében, hanem az utóbbi 200 évben mindig volt ezzel kapcsolatban valami purpárlé. Ilyenkor az szokott lenne az első kérdés, hogy vajon mi alapozza meg azt, és ez mindegyik kötökhöz szól, hogy mi a hunokkal valamiféle genetikai, kulturális, nyelvi vagy akár egészen édes testvéri viszonyban vagyunk. Kezdjük veled. Jó estét kívánok én is a nézőknek. Miután a kérdés összetett, ahogy föl is retetted, nyilván szét kellene bontani tudományterületekre. Hadd utaljak így és Gyulának egy 1939-es tanulmányára, a KIA Magyarra, amiben Árpád Attila Ivadéka címmel van egy rész, egyébként egy másik részt majd a műsor későbbi felében szintén szeretnék fölemlegetni, ami arra utal, hogy a magyar folklorisztikában, a magyar néphagyománynak van egy nagyon erős hunszála, de természetesen a középkori magyar historiográfiának is van. Az érdekes ugye az, hogy az utóbbi éveknek a világszinten is új archeogenetikai kutatásai lehetővé teszik ugye a, a haplócsoport elemzést, és akkor kiderül, hogy ennek a, ennek a folklor hagyománynak és ennek a historiográfiai hagyománynak tulajdonképpen van valamelyes genetikai megalapozottság, és hogy ennek a statisztikai relevanciája mi, hogy ez így van, vagy nem így van, azt most hagyjuk, de függetlenül attól van olyan új tudományos eredmény, ami ezt alátámaszthatja, vagy legalábbis erős ezt a vonalat. És hát van egy másik dolog, amire ezt talán szintén később kellene kitérni, hogy miért irgalmatlanul nehéz, csak nem lehetetlen a hunnyelv, mint olyan kutatása. Egyáltalán mi az, hogy hunnyelv, mikor ki beszélhette, ha beszélhette. Úgyhogy ebben most nem mennék bele, mert ez egy teljesen külön vonal, de ennyiből is látszik szerintem, hogy igenis van egy olyan folklorisztikai, historiográfiai szál, amire modern tudás is csatlakoztatható. György. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és ez egy nagyon-nagyon régóta velünk élő identitás alapozó művelődés történeti kérdés, hogy mi közünk lehet a hunokhoz, de mielőtt megadnám az én magam személyes válaszát, azért induljunk el igen messziről, távol-keletről. Egyáltalán mi az, mikor... És hol mi az, hogy hun? Hiszen ez is, mint egy létező történelmi politikai formáció, ez is térben és időben változott. Létezett, mint ahogy a magyar is folyamatosan változik, és mégiscsak van valami, ami a változásban egyfajta állandóságot, vagy folytonosságot, vagy részleges folytonosságot képvisel, ami nem kedvez a végletes leegyszerűsítő gondolkodásnak, akár ilyen nagyon túlturbózott magyar, akár ilyen nihilista, dogmatikus szélsőségeket tekintünk. Tehát vagy a teljes kontinuitás, vagy a teljes azonosság. Nem. Itt folyamatosan lehet valami folytonosság, amire Péter már utaltál a folklorisztikában is, egyre több nyoma van annak, de azáltal, hogy egyáltalán tisztázzuk, miről is van szó, milyen fajta identitásformák léteznek, és mi az, amiket sokszor össze lehet keverni. Itt hoztam egy idézetet Szemacsientől, kínai történetírótól, és itt a Duja Siung Horváth Izabella házaspár fordításának köszönhetően ezt a szakszerű magyarításban olvashatjuk. Az, hogy a Xiong vagyis az ázsiai hun, most már ezt így fogom mondani, uralkodó kinyilvánította, hogy győzelme után mind a 29 meghódított nép, Sungnu alatt való lett. Most minden feszítő nép egy családba egyesült, és az északi részeken béke honol. Tehát itt nyilvánvalóan külön kell választani etnikai és állami identitás formát. Ezek nyilvánvalóan kölcsönhatásban állnak egymással, de ennek van más ellenkező példája, és ugrunk egy nagyot, 6. század elejére az utigurok és a kutrigurok, két hunutód, hunféle nép, és kiderül, hogy nekik csak a nevük különböző azért, mert más és más fejedelmek uralma alatt állnak, de nyelvük ugyanaz, vérrokonságban állnak, és a szokásaik is ugyanazok. Tehát különböző jelölő jelölhet, ha tetszik, etnikailag azonos népeket, és fordítva is. Itt hat borzoljam még a kedélyeket azzal, hogy volt egy Kutrigúr király, 528-án Fekete-tenger északi előterében élt. Bizánci lejegyzésben úgy szólt a neve, hogy Múagyeris. Erről bizony a legnagyobb magyar bizantinológus Marascsik Gyula mutatta ki, hogy ez bizony a magyar nevet tartalmazza, és nagyon sok esetben már máshogy is előfordult, hogy egy személy neve ráértődött egy nemzetség névre, majd hogyha az a nemzetség vezéri nemzetség lett, államszervező nemzetség lett, akkor ráértődött egy egész népre. Azt, hogy jelen tudásom szerint én hogyan látom a hunok és a magyarok lehetséges viszonyát, hadd világítsam meg egy személyes példával, engedtessék meg ez a fajta hasonlat. Van az a közösségi old, az a szimpla kék, ahol én az erdélyi ükapám képét használom, profilkép mert a sajátomat eléget koptatom, azt ugye a testvérem jó voltából birtoklom. Ezt azért hoztam ide, mert az ükapám, ő nem én vagyok. Én nem ő vagyok. Viszont nélküle nem jöhettem volna létre. Tehát mi, magyarok, nem hunok vagyunk, mi magyarok vagyunk. De hunok nélkül nem jöhettünk volna létre, vagy legalábbis nem így Jöhettünk volna létre. János, szerinted? Én azt gondolom, hogy a probléma gyökere az a 19. századi tudományosságnak a félreértéseiben. Félreértése vagy politika? Mert azért nagyon sokszor jön az az összeesküvés elmélet, hogy tulajdonképpen a Habsburg birodalmi érdek volt az, amely megpróbálta a magyar. Én, nagy... én, én ebben az összeesküvés elméletben nem hiszek. A, amikor elindultak a nyelvészeti kutatások olyan irányokba, ameddig nem, és mivel a hunok nyelvéről senki nem tudott semmit, ez békésen összefért. Simán megajánlották a hunoknak azokat a nyelvi kapcsolatokat a kutatók, és ma se vagyunk ennél sokkal okosabbak, ezt majd a Péter el fogja mondani, tehát hogy ez, ez akkor még messze nem a kizárólagos egyik irány és másik irány volt, Ugye két probléma merült föl. Egyrészt, hogy az ókortudomány elkezdte fölhalmozni azt a tudást, ami a kortás európaiak birtokában volt egykor az európai hunokról, és az nem tudott összetalálkozni a magyar krónikás hagyományban megőrzött hun történetnek a neveivel, a szereplőivel, az évszámokkal és minden egyebekkel, és az elég nyilvánvaló volt, hogy mondjuk egy kortás nyugatrómai forrásnak a tudósítása egy képzett számára az erősebb lesz, mint, mint az az állítás, ami mondjuk Kézainál vagy a Rónika kompozícióban található. mert És ezért tudom, hogy ez egy félreértés volt. Tehát a, az a nagyon egyszerű, nagyon lebutított, nagyon pozitivista értelmezés, hogy a magyar hunhagyomány az úgy igaz, ahogy le van írva, dátumostul nevestül, mindenestül az nem állta ki a történeti összehasonlításnak a próbáját, és hát kiöntötték a, a vízzel a gyereket is, mert ugye egy ilyen eredethagyomány, egy ilyen rokonság hagyomány, az nem feltétlenül abban a történeti formában igaz, ahogyan azt mondjuk a 13. századi történész elődeink megfogalmazták a, a magyar történeti irodalomban. De persze benne volt a politika is ugye erről elszokás feledkezni, hogy hát kinek a hagyománya volt a hun hagyomány? Ugye a magyar nemesség hagyománya volt. Hát 1848-ig a magyar nemzet az a, az a nemességet jelentette, és akkor rajtuk kívül mindenki más is lakott az országban. Beszéljen bármilyen nyelvet, de ez nem az ő hagyományuk volt eredetileg. Ahogyan ez meg volt tételesen fogalmazva a, a szövegekben. É, és hát ebből ugye az is adódott, hogy amikor ezt az egészet elkezdték modernizálni, akkor sokan jelentkeztek a magyar nemzetbe, akik úgy gondolták, hogy ez nem az ő hagyományuk. É, igazából, sőt, tulajdonképpen ez egy ö, olyan balaszt, amitől jobb lenne megszabadulni, ahhoz, hogy egy, egy modern nemzetfogalmat lehessen létrehozni ebben a közegben. És hát azt kell mondjam, hogy amennyire én felületes ismeretem engedik, még a románoknak is köszönhetjük ezt a dolgot, mert hogy ugye az erdélyi román jelenlétnek, a korai román jelenlétnek az egyik elismert forrása az anonimusnak a, a, műve volt, és amikor ezt felismerték, hogy ezt össze lehet kötni, ha anonimus nem igaz, akkor a, az Árpádok Attila rokonsága sem igaz, de akkor románokat sem lehet erdélyben találni a honfoglalók előtt, akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen Erdély most még hozzánk tartozik, a román történeti igényeket pedig nem ártana negligálni, nekünk ez a csere megéri. Hát ugyanolyan aktuálpolitikai dolgok voltak körülötte, mint ahogy adott esetben a mostani vitában is megjelenik az aktuálpolitika, de ne adjuk ki bencét, mint klasszikafilológust. Hát a klasszikafilológusnak van a legnehezebb dolga, mert ő az ókori forrásokat nézi elsősorban, ha feltételeznénk, hogy nem lenne magyar hun hagyomány tulajdonképpen akkor is logikus következtetés lenne, hogy a magyarok kapcsolatban állnak a hunokkal, hiszen a hunok az egész kelet-európai sztyeppét hatalmuk alatt tartották. Meglehetősen logikus következtetés, hogy minden ott élő népnek az elitjébe bekerültek hun származású vezetők, minden nép elítjének logikusan egy hun Azonosság tudata kialakulhatott, ahogy a bolgár, ó -bolgár hagyomány is a Télafiára vezeti magát vissza, ugyanúgy, ahogy a magyar hagyomány alapvetően fiára vezeti, a Télafiára vezeti a hagyományos csaba királyfira vezeti magát. Tehát ez megjósolható, hogy kell lennie magyar hun hagyománynak, ami belső gyökerekre megy vissza, és ilyen értelemben a magyarság, ami sok szárból származik, sok népből, azok közül több törzsnek is lehetett hun tudata, és azokból alakult ki aztán a magyarok hun eredett tudata a középkor folyamán. Az innentől már a történész feladata kiteríteni, hogy mikor, melyik fázisban, és ennek természetesen a valódi történeti tények. Kell, nem kell azonosaknak lennie, hiszen minden hagyomány mindig veszt a tényekből és helyette ugye mitikus konstrukciókat is alakít ki, ettől még nem lehet azt mondani, hogy a hagyomány magvában ne lenne valami igazság. Azért az fontos leszögezni, hogy nagyon sok nép élt a Hun és mondjuk a germánok esetében az ő mondáik megőrizték ezt a kapcsolatot, ezt az alávetettséget, az Attila birodalmába való tartozást, de ettől ők még nem kreáltak maguknak egy hun hagyományt. tehát abból nem lett hun rokonság, hogy ők hun alatt valók voltak. Azt gondolom, ez egy fontos momentum ebben a, a dologban. Tehát akkor itt egy mélyebb kapcsolat létezik? Ez hát egy másfajta kapcsolat, mert ugye ha, a, ha a magyar történeti hagyományt nézzük, akkor a, a, abban a hunok nem a mi őseink, hanem az unokatestvéreink. Tehát, hogy van egy közös nép, aki különböző pillanatokban szétválik és elindulnak ebből a közös népességből nyugatra csoportok, és a, a magyar krónikás hagyomány számára a hunok azok, akik először indultak el ebből a, ebből a közös kalapból kiválva tulajdonképpen. Bocsánat, Én... ezt részben pontosítanám, mert egyfelől, tehát úgymond össznépi szinten, az úgy van, ahogy mondod, viszont van egy másik lineáris szint, ez pedig a dinasztikus szál szintje, tehát ott egyértelműen az az álmosnak a születés története, amit mi turulmondának nevezünk, ott oda csapódik egy geneológia, amely visszamegy Attillára. Tehát ott az a szál, az így lineáris. Tehát ebből is azt kell látni, hogy egy etnogenezist, az még a magyar ö, historiai, hagyomány szintjén sem egyértelmű, és ennél sokkal bonyolultabb ilyen beágazó-leágazó, hálózatszerű, több szálon futó cselekményrendszer. Most akkor ö, nagyon szívesen, ha már annyit beszéltünk itt a, az átpolitizáltságról, megfordítom a kérdést, mert ez egy nagyon helyén való, mostában gondolkodtam el azon, hogy ugye a legkorábbról ránk maradt ö, Árpád és Anzsukori krónikák, geszták milyen közeget képviseltek? Latin nyelvű keresztény klerikusok által alkotott írásműveket. Nézhetünk és ezekbe, ebbe a kulturális idegen közegbe kerültek bele és itt érvényesültek bizony, bizonyos hagyomány elemek. Na most mi volt ennek az Attila hagyománynak ez időtájt a politikai haszna? Voltak éppen semmi. semmi. És hogyha megnézzük például a kézait, meg a... Ö, ö, sajnos az ő csak kivonatosan maradt ránk, meg a bőve a krónika szerkesztéseket, hát bizony nem bánnak ezt kézzel Attillával, mert nem hallgatják el ö, személyiségének árnyoldalait sem. De egy valaki próbálta valami politikai haszonná kovácsolni ezt az egész dolgot, Anonymous, aki szerint ugye atila volt a honfoglalási alapálmos számára, csak anonymous két érdekes dolog van. Egyrészt, ő maga sem érezte ezt eléggé megalapozottnak, mert azért biztonság kedvéért egy rakat magyar vezérrel végigverette a Kárpát-medencét, hogy legyen valami hősi foglalás. Tehát itt az egyik szavával csapta agyon a másikat, Anonymous pedig amúgy is renitens figura volt az ősi hanyományt őrző krónikás láncolathoz képest, amelynek az ős sokat vitatott és félreértett ősgeszta alapja még a 11. században keletkezett, minden bizonyal első András királyunk uralkodásának utolsó éveiben. Na de most ő, konkretizálva és sűrítve a kérdést, mi volt akkoriban a magyar királyoknak az igazi, kvázi hasznosítható politikai legitimációja? 1192 óta kik voltak ők? A Szent Királyok nemzetsége. Tehát volt-e valami politikai haszna az Attila hagyománynak? Nem, hogy nem volt semmi, hanem egyfajta aktuál politikai érdek ellen felvállalt, a keresztény szent királyok, és ide valamilyen szinten beértendők az anzsuk is, akik még az első magyar címer egyesítésen nem győzték hangsúlyozni, hogy mit keresnek itt 1301 után a magyar trónon, úgyhogy leányági árpádháziak, tehát ők is ezt vallották, és mégiscsak az anzsukori krónikákban is nagyon szépen megjelenik, és aztán így tovább. Turóci és ez az egész hun hagyománya való foglalatoskodás már túlélé a középkort is. zirinyi Miklós is küzd vele, Arany János, stb. stb. Igen. Tehát ez egy velünk élő hagyomány. Azt azért, é. bocsánat, azt azért ne felejtsük el, mondjuk ki, hogy az ősgeszt a sajnos nem maradt ránk, tehát annak csak rekonstruálni Felt tudjuk te a is Technikailag anonimus az első, illetőleg, ami vitatott, hogy magyar szerzőe, de fennáll a lehetőség, Célius Kalánusz, és őt azért emelném ki, mert amennyiben ő magyar, annyiban ő egy kifejezetten nem a magyar hagyományokra alapuló, hanem az ókori forrásokra alapuló feldolgozás. És az érdekes az, hogy a magyar hagyományok nem vezethetők le a nyugaton keresztül öröklődött ókori hagyományokból. Vannak független szálaik, a német hagyományból se, azzal is vannak ellentétes dolgok. Tehát az a a 19. századdal megindult pozitívista történetírásnak az a gyakori tétele, hogy a magyar krónikás hagyomány az nyugati forrásokból merített, az egyszerűen nem állja meg a helyét. Elég nagyvonalúan de azért a... is hallgassuk meg. Én... Úgy gondolom, hogy egy fontos szálnak egy fontos vetületét elhagytuk itt, mielőtt tovább volna a krónikás hagyománynak a részletes elemzésére. Nevezetesen, hogy ennek a politikai motiváltságnak volt egy politikán kívüli egy tudománytörténeti oka is, a magyar őstörténet, és itt nagyon fontos lesz az is, a magyar őstörténet is mindig is komplex, interdisciplináris kérdés kellett volna, hogy legyen, hiszen egy bármelyik eurázsiai ma is létező modern nemzettudattal rendelkező nemzetnek az őstörténete végtelenül bonyolult, és nem vezethető retrospektíven egy 17-18-19. századi modern polgári nemzettudatból legalább, is lineárisan biztosan nem. Ezzel szemben viszont a 19. század, amikor a Németország egyesülése a, a képbe került, tehát 1861-et írunk, akkor miről van szó? Arról, hogy van egy nagyon új nyelvészeti diszciplína a világban, ami súlyosan evolúcionista tehertől szenved, Charles Darwinnak a fajok eredetében leírtok szenved, ami a biológiai metaforára egy az egyben egybe ráhúzza a nyelveknek nem csak a történetét, hanem itt jön a lényeg az ős történetét is, és az ős nyelvet véli felfedezni. Csak hogy ezen után a németországi univerzitások túlmennek, amikor azt mondják, hogy a germán ősnyelv megtalálásával, ami már egyébként egy sokszorosan filológiailag igazolhatatlan és egy hipotetikus ősnyelv, tehát a rekonstrukciókkal létrehozott ősnyelv, ami ugyan módszertanilag lehet tudományos, de mindenképp hipotetikus, azt mondják, hogy ezzel megtalálták a germán ősnép eredőjét. És itt jön az a probléma a nép és a nyelv, az etnikum, a néptörténet és a nyelvtörténet közötti egyenlőséggel, amikor egy tudomány úgy gondolja, hogy ő király csináló az ős történetbe, és ezt pro és kontra is ragyugóan meg lehet lovagolni politikailag, amit meg is tettek. Na most ettől a ö, fajta tehertételtől, és mondjuk 150-200 éves, 150, éves ballasztól csak úgy lehet megszabadulni, ha világosan látjuk, hogy EU Ugye, hihetetlenül nagy kontinens, és amikor ezek a fehér hunok mondjuk elindulnak, onnan, ahol ugye a kínaiak, miután már nem annyira békés szimbiózisba értek, elkezdték a, a, a nagy falat megépíteni a fekete és fehér hunok ellen, és a fehér hunok végjönnek, a kedves néző, majd a műsor után nézze végig, hogy elmennek az araaltó északi sávjánál, a déluráli átjárónál, elérik a kaszpi tengervidékét akkor már ott vagyunk gyakorlatilag a kaukázus felé is, és egy hatalmas eurázsiai birodalom alakul ki, ami végül Meó tisz, ezt nagyon halkan jegyzem meg itt az orosz-ukrán háború árnyékában, hogy azt tulajdonképpen a jelenlegi frontnak a délnyugati része ebbe bele is esik. Eljut a kárpát medencéig akkor miről van szó? Arról, hogy itt lottóötös lenne, hogy egy ekkora birodalomban minden népnek és nyelvnek a története egyez egyben lineárisan folytatódjék. Hát ennek a lotto ötös a valószínűsége. Tehát nyilvánvaló, hogy azért, mert az én szomszédom mondjuk 20 éve az utcánkban lakik, azért nem kell, hogy ugyanaz legyen a haplótípusa, csak azért, mert magyarul beszél semmilyen összefüggés nincs, tehát a néptörténet és a nyelvtörténet közötti egyenlősége radikális elvételével az összes ilyen félreértés megszüntethető. Az ilyen politikai felhang, ha nem egy elvakult politikai felhang megszüntethető, és viszont az őstörténet szempontjából még egyszer mindegyikre szükség van, ugyanúgy, hogy egyébként a folklórra, meg a történettudományra, meg a régészetre is. Az egyébként, hogy a történettudomány, a régészet, az archeogenetika, a nyelvészet, a nyelvtudomány a, a klasszika filológia, a régészet hihetetlen nagy fejlődésen ment keresztül, ezeket a hipotetikus elemeket, amiről beszéltél Péter, és amik, amik a mai napig egyébként olykor dogmaként megvannak. Hogy nem, az a közöppetásból is nehéz kigyomlálni őket. Hogy ezeket sikerül lebontani azokkal a... Azokkal a az általatok föltárt tényekkel, feltevésekkel, elvekkel, amelyeken most ebben az ügyben dolgoztok? Mert ugye neked az egyik alapvetésed az, hogy az nem zárja ki a hú magyar rokonságot, hogy mindeközben a magyar nyelv azért alapvetően finnugorvonásokat mutat. így van rokon. Ez, tehát az, hogy a magyar nyelvnek az alapszókincse az uráli nyelvekkel rokon alapszókincse, ez tényleg tény, tehát ez statisztikailag nem a rendkívül való hanem lényegében Jó, a de biztos a, a, a de ez semmiben nem mond, mond ennek. és akkor hagyd utaljak vissza, amivel mivel sokan azt mondják, hogy de hát az az ősebb, ősebb, Igen, csak erre viszont, ami nem ennek a műsornak a témája, és nem is férne bele a keretébe, én nagyon szívesen elmondom egy másik műsorunkban, hogy itt viszont ennek megvannak a technikái, az évszázados technikái, amikkel teljesen egyértelmű, hogy mik azok a nyelvi rétegek, amelyek kvázi egy másik X nyelvet Y nyelvel és mik azok a rétegek, amik ebből a szempontból kevésbé lényegesek, vagy egyenesen indiferensek. De engedd meg, hogy egy pillanatra még arra visszakanyarodjak, hiszen eh, említettem, hogy I.S. Gyulánál érdemes, I.S. Gyulához érdemes lenne visszatérni. Ebben az emlegetett ki a magyarban, 1939-ben, ő egy korábban arról ír, hogy ősi áldomás hallal vajjal vízzel, amikor finn író társaival ők halaznak vajaznak, azaz kaláznak, futnak, keszivel, vagyis kézzel esznek, veszít vizet isznak, oda mennek, menék az étterembe, és ez mind ugyanúgy van, nagyon édesen leírja, és erre jön a következő fejezetben ilyesnél azt, amiből két mondatot, ha megengeditek fel is olvasok, hogy Árpád Attila ivadéka, a történet nem két mondat elolvasható ki a magyarba, de ez a két mondat nagyon rímel mindarra, amit eddig itt elmondtunk. A néphagyomány szerint a magyarok azonosak voltak a okay mert tulajdonképpen ők szervezték, és ők vezették azt a roppant áradatot. Hát ez egy kicsit nemzeti romantikus, de ezt most hagyjuk. A legújabb tudományos vizsgálat eddig csak azt igazolta ebből, hogy Árpád törzse hún eredetű volt, hogy maga Árpád valószínűleg közvetlenül Attila családjából származott. Tehát ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy előtte egyel világosan megmondta, hogy micsoda szívmelengető érzés, hogy én egy fin keblére borulva, azonos nyelvet beszélve meg tudok vacsorázni, és ez végtelenül nem áll ellentétben azzal, hanem tökéletesen egybesímul a nagy eurázsiai bonyolult őstörténeti valóság miatt, azzal a tényel, hogy Árpád törzse hun eredetű volt. Mennyire fontos a néphagyomány és a romantikusan feldolgozott néphagyomány, ugye a csodaszarvas mond a hunormagor története ebből a szempontból, tehát mert, mert ugye pont, amiről beszéltetek a, a, a középkori krónikásoknak a leírásait, azért nagyon sok helyen előfordul, hogy a, a nép naív történeteit nem vehetjük komolyan. Alapvetően fontos. Itt most nagyon sok mindent mondtál, kulcsfogalmakat és hát amit is alapvetően megkerülhetetlen szempontokra hívtat fel a figyelmet, akkor vegyük sorba tényleg a lehető legnagyobb rövidség kedvéért. Rövid válasz, megkerülhetetlen. Szakszerű feldolgozással viszont, amit a folklorisztika mondhat, és nekem nagyon nagy előnyöm van, mert én alapvetően erős Hoppál Mihály diétán vagyok, kedves főtanár úrunk a régi szakmai baráti kapcsolatban, hogy a magyarságnak, mint népnek, mint ön, önmagát kifejező etnikai tudatú népnek a mitikus eredet története a csodaszarvas monda. És ennek a legmélyebb, legközelebbi motivum párhuzamai egyértelműen a törökségi uh, népekhez vezetnek minket. Most legújabban... Uh, és kutrigurok. És Is lehet. a Prokopiosztó, de legújabban most még a kaukázus vidékéről, itt főleg Agócs Gergely és Sonfai Karadávid gyűjtéseit lehetne említeni, tehát a karacsály balkároktól a, a bínöger történet, ami félelmetesen erős köze van. Tehát a magyar történetileg és ős mitológiailag egyértelműen hun-török, vagy törökségi nép. Ez nyilvánvalóan nem mondhat ellent az uráli kapcsolatoknak, nyelvi kapcsolatoknak se. Elég, hogyha ránézünk a térképre, hogy van-e valami ilyen virtuális kínai nagyfaj, vagy himalája, ami itt a különböző régiók népeit elválasztja. Nincs semmilyen. Ugyanakkor nagyon messzire vezetnek a, a népzenei szokáspárhuzamok. Ja, ez nagyon fontos. Ez jutott eszembe, hogy ugye az anatóliai törököket nyugodtan nevezhetjük modern törököknek, tehát ez valamilyen módon uh, nyilván leszármazottai a türköknek, az ősöknek, de Bartók Bélának a kutatásai egyértelműen kimutatják, hogy az ottani uh, zenei kincs, népzenei kincs és a magyarországi ősi népzenei kincs, tehát a pentatónia, pentatóniához kapcsolódó uh, dallamok, azok nagyon-nagyon, sőt azt meghaladók is, nagyon-nagyon uh, közeli rokonságban vannak, sőt, megfelelések vannak. És az így tovább erre jönnek rá még Agócs Gergely gyűjtései közép- és belső Ázsiából, Dujas gyűjtései tényleg a már kínai-mongol régióból félelmetesen erőteljes népzenei párhuzamok is vannak, amelyek ezekbe a régiókba vezetnek minket, tehát dőlnek be az adatok, csak ezeket az adatokat a maguk helyén kell kezelni. És nagyon is, hogy mennyire szükséges a fogalmi tisztázás, ugye van az közbeszédben egy jó szándékú, de nagyon-nagyon káros törekvés, hogy mítosztalanítsunk. Ez azért nagyon káros, mert a mítoszt az városi legendának, mesebeszédnek, hamisítványnak veszi. Nem, a mítosz az nem azt jelenti, a mítosz az egy megalapozó, történeti sűrített múlt, egy identitást adó szöveg, a kultúrának a hosszú távú emlékezete. Nem ez ellen kell küzdeni, hanem az álmítoszok, a városi legendák ellen valóban, de a mítosz, mint például a csodaszarvas monda, a turul monda, az tényleg egy sűrített dolog, nyilván ebből oknyomozó történetet nem lehet kihámozni, mert ennek más a nyelvezete. De hogyan nyitjátok tovább? Tehát oké, okay, ez rendben van, amit mondasz Gyuri, hogy, hogy, hogy a, a mitológia ez nagyon fontos, és a, a, az valódi ősmitoszok értetlenül fontosak történet tudományi szempontból is. De ezt ezeknek felvértezve a történet János. a történeti kutatásokkal, az antropológiai kutatásokkal hogyan tudjátok úgy megvédeni, hogy mindeközben adott esetben még a modern tudományban is megvan az a fajta dogmatika, ami, ami azt mondja, hogy hát ezek a néplélek na naív megnyilvánulás. De hát nem megvédeni kell, hanem a helyén kezelni. Tehát, hogy szét kell választani, ezt próbáljuk sugalni. Jó, de az, aki azt mondja, hogy ez 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 a naív megnyilvánulás a népléleknek, akkor ezek szerint ő nem kezeli a helyén? Abszolút nem, mert ki beszél itt a néplélekről? Tehát ki gondolja azt, hogy egy 13. századi írott szövegben a néplélek manifestálódott? Hát azok alapján, amit elmondhatok, De, de ugyanakkor bocsáss meg, azért az is egy tény, hogy a... a, a most a kedves nézők kedvéért, ezt is most nagyon egyszerűsítem, hogy a, ami évezredeken, vagy legalább egy ezer éven keresztül a folklórban is nyomon követhető, az ritkán hazudik. Igen, hát főleg, hogyha, a, a közvetlen szövegkapcsolatok kizárhatok, mert például itt van a, a magyar és a, a Karacsály balkár csodaszarvas monda, könnyen belátható logikailag, hogy nem arról van szó, hogy a kézai simon kiment volna gyűjteni, vagy azok a kaukázisi atyafiak eljöttek volna ide, és akkor titokban kiegyzetelik a kézai gesztáját. Tehát, hogyha nincs direkt szövegkapcsolat, akkor ez egy közös őstől, egy közös kulturális közösségtől van. És hogy mennyire fontos itt elkülöníteni, hogy nép lélek, meg mit Anonymusra utaljunk vissza, varjuk el ezt az érdekes szállat. Anonymus, ugye több alkalommal kapja azt a vádat, megírta az első magyar őstörténetet. történetet, Anonymus nem érdekelte a nép története. Anonymus, aki leírta például Koker az Álmosnak az Attila származását, hányszor írta a Hun nép nevet? Egyszer se. Ez egész nem érdekelte. Van Anonymusnál csoda szarvas, monda? Nincs. Tehát itt Anonymous egy elitista, monarchikus, arisztokratikus történetet adott. A csodaszarvas a régi krónika szerkesztésekben van, és jó lehet az ősgeszta, a feltételezhetően első András kori ősgeszta valóban önálló formában nem maradt ránk, és tényleg csak többszöri vitás mert a tudományban helye van a vitának. Vitás rekonstrukciók révén kaphatunk róla képet, hogy nagyjából is egészébe véve mi minden tartalmazhatott, de többszörös átszerkesztés is révén igenis a tartalma ránk maradt. A legkésőbbi ilyen, amit egyébként kiszoktak kiáltani ősgésztának a Tarihi Ingrüsz, az egy ilyen Székesfehérvárot megtalált krónika, török nyelvű nem is lefordítás, inkább ástilizálása. Na, ez viszont egy városi legenda, hogy az lenne az ősgeszta. Nem. Az is nyomokban ősgesztát tartalmaz, de az áll a legtávolabb az ősgesztától. És visszatérve, visszatérve a kérdésre, hogy nem úgy általában van az elvetve, hogy a igricek Czegcsecsogó énekei az anonimusnál van. Tehát, hogy világosan elválik, hogy ő egy korai történész, aki kizárta a saját felfogása szerint ezeket a mitológikus elemeket a történetből, és egy nagyon purifikus művet alkotott ilyen szempontból, amiben elhagyta ezeket a mitológikus vonatkozásokat. Ezzel egy... Együtt... Jó, de bocsáss meg János, de ugyanakkor meg ott van a 12. század közepe, 1150, második Géza királynak a, a, a testvére, ugye Zsófia hercegnő, ő pedig a magyar uralkodókat, a magyar királyt, Géza királyt, a, hun, a hunok királyának nevezi egyértelműen. Hát nevezhette ettől függetlenül? Igen, az egyik levelében az, a, Így van. amikor szegény Zsófiát miszték ugye, mert a, 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 pénz kellett a nő, nem? Már bocsánat, tehát Igen. ugye illet szegényként a Admondi apáca, akkor Gézának írt a, a, magyar, a, hunok királyának, és akkor vegyük ezt Ezzel korábban. egyébként ez egy, ez egy hatalmi pozíciót próbál jelenteni, tehát azért az 5. században a hunok nagyon odavertek e, Nyugat-Európának és a római biztonságoknak, tehát od... ezzel gyakorlatilag ő De erőt ez azt feltételezné, hogy te azt gondolod, hogy 1700 évvel később ezt mindenki tudja, mert Há, vannak minden. tankönyvek, meg van uh, History Channel, meg van minden, de ez mind nincs. Még, még az is probléma, hogy egy kronológiát csináljanak. Hát hiszen ezeket a, az eredeti latin forrásokban szereplő dátumokat, a római birodalmi időszámításnak a dátumait, a különböző időszámításoknak a dátumait, azt valahogy valakinek át kell értelmezni, hogy beleférjen a keresztény időszámításba. Tehát, hogy az, ami a te fejedben van erről, az a középkor embereinek a fejében nincs ott. Egy nagy massza van legjobb esetben is a. Ön, a nem a, mindenki, de mindenki tudja, a családi azért, hagyomány az bizony tudja. A családi nem is még egyszer hat hangsúlyozom, hogy egy Admonti apácáról van szó. De menjünk még korábbra. Ugye az Attila kardja a dolog, ami a Nordheimi Otto Bajor herceg storia neki nem jött be az a kard, annyira a Hersfeldi Lambertnél, egy 11. századi krónikásnál maradt fenn, hogy van egy kard, mondjuk a Bécsi szabja, ami nyilvánvalóan nem 5. századi, de ráértődött egy hagyomány, az Attila kardja hagyomány, ezt a kardot adta Anasztázia a anyakirályné, a Nordheimi Otto Bajor hercegnek azért, jutalomból, hogy visszasegítette a trónra fiát Salamont, első András királyunk, árváját. Te most akkor honnan tudhat a Anasztázia, hogy van egy ilyen Attila Kart sztori? A Kievi udvarban, ahol nevelkedett? Nem. Három év német úgymond számüzetésbe első bér a király uralkodási ideje alatt jegyzetelte ki a német kronikákat? Nem. Kizárásos alapon az első Andrással uh, folytatott másfél évtizedes házassága alapján volt alkalma és módja értesülni arról, hogy van egy uralkodóház, amelyiknek van egy Attila hagyomány, és ennek egy apró szelet, az Attila kardja, ez megjelenti német hogy az gondolom... Erre a diszkontinuitás kontinuitásra két... Két szempontom lenne, és rövid leszek szokás szerint. Az egyik, hogy ne értékeljük már le a folklór szerepét annyira, hogy tűnik a folklór kontinuitása az lényegében elvitathatatlan. Ez az egyik szempont. Tehát anonimus attitűdjéből nem lehet a folklórhoz közeledni, a folklór hagyományhoz. Van, Másik semmi szempont, hogy én elmegyek Avilyába ma, megközelít. pontosan, Igen. elmegyek ma 2023-ban, leánykámmal ott az altemplomba, és látjuk azt a kékre vált szerencsétlen szerzetest azon a ragyogó, harmadik, negyedik század forduló őskeresztény szekkon, amint a hátrafelé nyilazó hunharcos éppen kifeszíti rá a nyilát és a halál előtti három másodpercében van az nem az ugyanezt a templomot végignézhette a késő középkor, a kora középkor a, közép -közép, a késő középkornak minden ember, aki az Aquiréjai templomban lement. Tehát valamilyen szinten ez a fajta, ha hisztérikus volt is, vagy ilyen volt, vagy olyan volt, de egyfajta kontinuitás volt. De azt akartam mondani, hogy volt egyfajta hiszteri csend. Így volt. Így van, mert hát kontinuitás abban volt, hogy vizuálisan ez megjelent, így? és azt szerintem tudták, hogy ez mire utal. Hát most akkor eljutunk ahhoz, hogy az olasz hagyományban a létező legfeketébb, annál feketébb Itt már nem lehet. Ezzel van, igen. szemben a magyar hagyományban és részben a német hagyományban is egy alapvetően pozitív alak. Én most hat, mondja, térjek rá egy gyakorlati példára, egy, egy elég kényesebb példára a hagyományból, hogy hogy lehet össze, hogy áll szemben a különböző népek hagyománya és a történeti igazság. A hunmondának az az eleme, a magyar hunmondának az a keveháza eleme, amikor keve kapitány átkel a Dunán és leveri a római csapatokat, ez így ebben a formában egyetlen népnek a hun hagyományában sincs, és egyébként a történeti elemekkel sincs semmi megfogható összekapcsolódása, hiszen ö, Pannoniában a hunok gyakorlatilag nem harci cselekményekkel jöttek be, gyakorlatilag megegyezés útján szerezték meg a tartományt, miután rómaiak már a germánok ellen sem voltak képesek megvédeni. Ö, a német hun van kapcsolata, hiszen ott a német, de ott a germánok vívnak nagy csatát a hunokkal, abból átemeltek neveket, a, a Detre -Szász, ugye az a Dietrich von Bern, az a germán hagyományból jött, a valóság alapja nulla, hiszen ez nagy Teoderik, aki Attila halála után született. Viszont van benne olyan elem, ami csak a magyar hagyományban van, de egy kérdésben a történeti tényekkel meglepő elemet mutat az, hogy a győztes hun király, aki a magyar hagyományban a keve, az Attilának nagybátyja, majd valami megfoghatatlan okból, amit nem tudunk, nem Attila apja, a még életben levő muncsuk a magyar hagyományban levő bendegúz örökli a trónt, hanem a testvérpár ez gyakorlatilag megfelel. Attila és Buda. Igen. Gyakorlatilag megfelel a történeti ténynek, de nem vehették semmilyen nyugati krónikából, Abba az időben szinte kizárólag Jordán ezt ismerték, akinél ez nem szerepel. Ez egyetlen, már említett Célius Kalánusz volt, aki a előásott más forrásokat is, és ismertette ezt, de ő más neveket ad, ő a korrekt ókori neveket, ismeri. Oktár ö, Hun király nevét ő ismeri, amit a magyar hagyomány nem. Tehát nem is a származott. De. Szóval én oda szerettem volna visszakanyarodni, hogy ez egy nagyon tagolt társadalom. Különböző eredetű csoportoknak a konglomerátuma. A dinasztia múltja az, ahogy az Anzsuknál nyilvánvaló, ahogy a Luxemburgi esetében nyilvánvaló, nem kell, hogy korreláljon az alattvalóknak a, dolgaival, és még a különböző résztársadalmi csoportoknak a múltjának sem kell összetartozni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy egy magyar társadalom és egy hagyomány, akkor azt gondolom, hogy tévútra visszük a gondolkodást. Mert, egy polgári nemzet fogalom, mert az hogy ez egy, Igen, mert. mert hogy ez egy bonyolult, sok rétegű társadalom, sokféle hagyományjal, amik ráadásul kontaminálódnak is folyamatosan az együttérésnek köszönhetően, és sokkal, tehát lehet a történész nagyon magabiztos és mondhatja azt, hogy mi pontosan tudjuk, hogy megfejtettük a, a társadalmi hátterét egy-egy történeti munkának, hogy ezt a gesztát ezért írták, azért írták, ez külön 89 előtt nagyon népszerű volt, hogy megmondják, hogy ki melyik népcsoportnak, meg társadalmi csoportnak a szószólója. De, a de, de valójában, a politológia. pontosan, nagyon jó. De, mint hogyha kiáltványokban működött volna egyébként egy alapvetően írás tudatlan társadalomnak a politikai élete. Szóval ez egy nagyon szépséges értelmiségi elgondolás volt erről, de ennek nincs köze a valósághoz, viszont olyan szempontból meg. Fontos, hogy az, amit mi most egy halmazban látunk, és egy közös öröksége a mai magyarságnak, az egyáltalán nem biztos, hogy akkor és ott a 13. században, a 12. században ugyanilyen közös öröksége lett volna az akkori társadalom minden csoportjának. Nyilvánvalóan... Na, de, bocsánat, ne arra, Gyuri, de, de ez azért érdekes, mert azért, hogyha megnézzük a, a magyarság történetét, eh, akár, akár a, az önmagát eh, különálló eh, népnek tekintő székelység történetét is, eh, bár nyilvánvaló eh, a rokonság a kettő között, eh, azt láthatjuk, hogy azért a, a hun-magyar kontinuitás, Attila, Csaba királyfi, azok mind valamilyen módon identitásképző erőt jelentenek. És ez olyannyira így van, hogy a Hunmondakör, és most már térjünk vissza a folklorisztika szférájába, hogy nem mindig az elitet tekintjük, ez a Hunmondakör, ez igenis mélyen, illetve néhány eleme, motivum párhozama a magyar társadalom különböző rétegeiben, különböző, térben, időben, egymástól távol álló helyeken felbukkan. Most a folklorisztikáról essék a szó. A hármas koporsó folyómederbe temetkezés, Ja, az ő... aranykoporsó történetek, története, egy csodálatos a... Igen, Ecsed Ildikó, Bese Lajos, és legújabban Horváth Izabella eszméletlen mértékű párhuzamokat hozott, amelyek messze belső Ázsiába, etnikumokon, tereken időn felül ö, vezetnek, és hogy ez mennyire benne volt a folklor hagyományban. Nagyon-nagyon érdekes, hogy még Petőfi Sándor is felvette egy versébe, és Petőfi Sándor öt évvel azelőtt halt meg, hogy Ipoi Arnold magyar mitológiája 170 évvel ezelőtt megjelent volna. Szóval ez is egy nagyon... Na, Ipoiból olvasta? Nyilvánvalóan ennyire nem volt szegény Petőfi Sándorunk utó, időutazó, hogy onnan olvashatta légyen. De aztán, hogy messzire vezető párhuzamok a, a fentebbi is megjelentek, ezek nyilván nem direktben etnikum jelölő, inkább kulturális kapcsolatokat bizonyító párhuzamok. Azért fogalmazzunk óvatosan és felelősen. Kigyűjtöttem kettőt. Van ez a klasszikus Szent Istváni 1 16-os törvénycikk a kart kirántásáról. Teljesen megtiltjuk, hogy bárki kardot ráncson valaki sérelmére. Amit, ha valaki ezután vakmerősége ösztönzésére megkísérelne, ugyanazzal a karddal veszejtsék el. Mit olvasok a Csiennél, ugye az ázsiai hunokról? A sungnu törvények szerint, aki békés időben fél singrem és 31 centire kivúzza a kardját a hüvelyből, halálra ítélik. Hoppá! Mondok még egyet, klasszikus történet, ugye 997 elején meghal Géza, koppány bejelentkezik Sarolt kezért, István anyját, az özvegyet elvegye független attól, hogy milyen viszonyulást érzett az igencsak kardos, de még jókorban lévő szép asszony menyecske iránt. Ugye, hogy ez a rokonházasság intézménye, hogy a, a politikai befolyás ott, ott, maradjon, és akkor megszerezze ugye a nagyfejedelmi főhatalmat. Bilastikus. Mit, o, mit olvasott Szemacsiánnál? az ázsiai hunokról. Szokás szerint az apa halála után a fia veszi feleségül a mostohanyját. Ha egy fiér elhal, fivérei feleségül veszik az özvegy sógornőket. A hunok csak azért veszik feleségül mostohanyjukat és az özvegy sógornőiket, mert nem akarják, hogy a had kihaljon. Tehát ezek olyan mére téren, időn, etnikumon ö, keresztül felül vezető, de mégiscsak mélyen gyökerező szokáspárhuzamok, amelyeket egész egyszerűen jó lehet helyükön kell kezelni, de nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez kétségtelen, Gyuri, de azért ezek a fajta hatalomtechnikai módszerek, ezek máshogy is léteznek. Tehát ez egy, ez egy létező metodika. Persze. Persze azért Persze. mondom, de ezeket az adatokat is be kell emelni, és rengeteg más egyéb adat is van, amit be kell emelni, például a kokeir, hogy még az avar kaganátus, amelynek a túlélő népessége, a Kárpát-medencei magyarság, és nem a keleten magyar, a magyarság, ami el is tűnt, magyarság integráns alkotó elemévé vált, ez eleve ez egy több hullámban beérkezett var és hunni népek közül való konglomerátum volt, az avar honfoglalók, aztán 595 táján a kutrigurok, a szabirok és az érdekes tarniakok, aztán 670 táján ugyebár az onogurok, a, még László Gyul a kettős honfoglalás elméletének egyik pillérét, hogy aztán például 870-ben, vagy 871-ben a bajorok és a karantánok megtéréséről szóló egyházi irat a jelen idő erejével mondja azt, hogy a frankoknak ö, ö, meghódolt keresztény élet hunok, a földjeiket mind a mai napig birtokolják. Tehát abban az időben, amikor javába folyik a magyar nagyfejedelemség tudatos beköltözés a kárpát medencébe Ezek is adatok, ezeket is be kell emelni a, a történeti tudásba, erre fel kell építeni az oknyomozó kronológiát figyelembe vevő kritikai történeti újra kell teremteni, helyükre kell. Kell tenni ezeket az adatokat, és nem a műsor erejéig fogjuk ezt a problémát Na, megoldani. Éppen ez de csak az... a figyelmet szerettem volna ráfeszteni. Ez felépni. egy nagyon fontos dolog, mert hogy, hogy az utolsó tizedéhez érkeztünk ennek a műsornak, és ahogy ezt most felsoroltad, nehogy az legyen a következő, hogy azzal karikírozzák, hogy nem kettős honfoglalás volt, hanem permanens honfoglalás volt az ötödik mm. századdaltól. Ez egy, 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 egy igazán dolog. Igen, és ráadásul tényszerűnek is hangzik, sőt, valószínűleg az is de beszéljünk arról, hogy az intézetetek, a magyar kutat intézet, eh, hogyan tud segíteni abban, hogy erről egy valódi tudományos értékű párbeszédési vita, és ne pedig valamiféle eh, egymásra mutogatás és különböző paritjából különböző dogmáknak az egymásra dobálása legyen ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt tényleg a tudomány szentsége az, ami igényelni azt, hogy ezt a fajta tudást, meg adott esetben az akadémikus tudást megfeleltessék egymásnak. Megfeleltessék egymásnak. egymásnak. Parancsolj! Visszakanyarodnék a 150-160 évvel ezelőtti problémakörhöz. Először is nagyon világosan kell kommunikálni egyrészt a idézőjelben magas tudományokban, másrészt pedig a népszerűsítésben, tehát a tudomány népszerűsítésben azt, hogy az őstörténet valóban rendkívül összetett, hiszen Eurázsiának a története, mint egy hatalmas kontinens láncnak a története is végtelenül bonyolult, és itt az etnikai, a folklorisztikai, a nyelvtörténeti, a történeti és az archeogenetikai szálak, azok, az, ez az egésznek a, ez, ez, a csodája, és ezért lesz itt még hosszú száz éveken keresztül munkánk, mert ez egy végtelenül bonyolult történet, mint Rá, ahogy nással, a magyar a, ős történet is végtelenül gazdag van, és bonyolult. A mérés tudomány növekedésével, vagy fejlődésével együtt. Hát ez egyre, több új, lesz. új elemet lehet belehozni. És egyre több új nyitott kérdés is lesz, ha úgy tetszik, mert mindig felvetődik, hogy még itt miért nem volt még ott, miért nem voltunk, tehát még ezt is hozzátehetjük, hiszen most például Mongóliából vagy Kínából vannak mondjuk minták, de hát lehetne az egész Hun birodalom hatalmas területéről arheogenetikai mintákat venni, és lehet, hogy még érdekesebb, még színesebbé válna a kép. Viszont ami nagyon fontos, hogy akármilyen összetett és akármilyen bonyolult ez a feladat, két dologról nem szabad lemondani a forráskritikáról és a módszertanról. Tehát ez az, ami a tudomány etikát és a tudomány korrektségét megkülönbözteti attól, ami nem tudomány, és nyilvánvaló, hogy a Magyarság Kutatóintézet nem engedhet meg magának olyat, hogy elmenjen egy áltudományos irányba, hiszen akár történészekről, akár folkloristákról, klasszikafilológusokról, vagy nyelvtörténészekről beszél, ünk alapvető kérdés a forráskritika, a forrás ismeret, és azoknak a megfelelő módszertani kezelése, ami hozzáteszem, hogy minden szakterületen rendkívüli iskolázottságot kíván, pont azért, mert ez egy nagyon összetett és bonyolult, és ezért gyönyörű kérdés. És e az utolsó fél perc, János. Köszönöm szépen. a szóval Gyuri felsorolása lehet, hogy hosszú és bosszantó, de világosan tükrözi, hogy a Kárpát-medence, a Kárpátok az nem egy határ, az nyitva van évszázadokon keresztül. Ez egy folyosó. Hanem egy, egy, folyosónak a része, és a hunok csak egy eleme ennek a hosszú-hosszú vándorlási sorozatnak. Rengeteg alkalommal, rengeteg féle népesség érkezik ide, aki mind hozhat keletről hagyományt, folklórt, nyelvet, bármit. Tehát ez nem... Hozott is. És hozott is, nyilvánvalóan. E, nagyon szép feladat visszafelé fejteni, hogy kihez mi tartozik ebből. Ez volt az ez itt a kérdés veletek. Köszönöm, hogy eljöttetek, és nem fejezzük be, mert nem először beszélünk a Magyar Sekutató különböző eredményeiről. Köszönöm, hogy itt voltatok, és ez volt az ez itt a kérdés, mondom a nézőknek is. Műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Provokációnak számítanak-e a vallási szimbólumok és szobrok? Az ez itt a kérdés holnapi adásában. Erre a kérdésre keressük majd a választ, tartsanak velünk akkor is. Én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!